immár harmadik alkalommal megszervezett heggesztéstechnikai és pályaválasztási kiállításon megjelent kedves vendégeinket, az érdeklődő általános iskolai tanulókat, a második, esetleg harmadik szakmát elsajátítani vágyó felnőtteket, a vágyas diákokat, kollégáimat és mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat. Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte dr. Gáti József, egyetemi docens, a Magyar Heggesztéstechnikai Egyesület elnöke. Dr. Sziráti András, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő. Vida Tamás úr, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója. Intézményünk a Karcagi Szakképzési Centrum Ványamnyus Technikum Szakképzőiskolai Kollégiuma 2011 óta foglalkozik szakmunkás képzéssel, s új profiljának egykor a heggesztő szakmát választotta. A térségben folyamatosan jelentkezett a szakmunkásokra az igény, ezért a felnőtt képzéssel is bővíteni kellett a palettánkat. Jelenleg közel 100 fő vesz részt felnőtt képzésben. Külső kapcsolataink nem csak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élnek, hanem az ország több pontján is, valamint határon túli kapcsolatokat is ápolunk. Diákjaink Németországban, Franciaországban, Cipruson, az Erasmus+ program keretében vesznek részt több hetes, vagy akár egyéves szakmai gyakorlaton. A kiállítás területén, szabad téren és a műhelyekben szeretnénk megmutatni a legújabb és legkorszerűbb eszközöket, berendezéseket, technológiát, az új fejlődő eljárásokat. A pályaválasztás előtt álló tanulóknak és szüleinek az intézményünkben választható új szakképzési ágazatokat, azokon belül a választható szakmákat, valamint a felnőtt képzéssel a térség szakképzett utánpótlását segíteni. Kedves vendégeink! Ismertetem a mai szakmai napunk programját. A megnyitót követően látogatóink 15 óráig tekinthetik meg kiállításunkat. A sportcsarnok területén megtalálható kiállítói csoportok. Kereskedő és webáruházi technikus, kereskedelmi értékesítő, villanyszerelő, gépjármű mechatronikai technikus, motorkerékpár karbantartás, alternatív járműhajtási technikus, gépjármű mechatronikus, járműfényező, karosszéria lakatos, épület és szerkezet lakatos, bádogos, szárazépítő. A kiállítás megnyitására felkérem dr. Gáti József urat, a Magyar Heggesztéstechnikai Egyesület elnökét. Tisztelt képviselő úr, főigazgató úr, elnök úr, kedves megjelentek, engedjék meg, hogy a Magyar Heggesztés Egyesület nevében nagy tisztelettel köszöntsem önöket, és megtisztelő számunkra az, hogy nem csak az Egyesület képviseletében, hanem a szakma képviseletében is ismert kollégáim, nagy tudással rendelkező szakmai berkekből érkező kollégák mutatják be itt a standokon azokat a új korszerű termékeket, amelyek heggesztéshez, vágáshoz, a heggesztés vágás során elkerülhetetlenül képződő heggesztési füst elszívásához, illetve a robotok alkalmazásához, az új technológia, a kobot ismereteit is be tudják mutatni önöknek. Ahogy itt elhangzott a bevezetőben, ezt követően pedig előadásokra kerül sor, ahol szintén nagy tapasztalatokkal rendelkező heggesztőmérnök kollégáim fogják önöket a szakterület egy-egy állomásába, egy-egy fejezetébe bevezetni, ismereteket átadni. Engedjék meg, hogy itt a bevezető kapcsán éppen amiatt magam is ugye a szűkebb hegeszi szakterületen oktató tevékenységet folytatok, néhány gondolatot emeljek ki a hegesztés jelentőségét illetően. Mikor készültem erre a megnyitóra, akkor utána néztem, szerte a világban mintegy 5 millió hegesztő végez
hegesztő kivitelező munkát, most csak azokra gondolok, akik ténylegesen hegesztéssel foglalkoznak, tehát nem az előkészítéssel, nem az utómunkálatokkal, hanem a kötések kialakításával, a varratok elkészítésével. Ez egy óriási szám, és ezek között a 90%-a ezen szakembereknek magas gyakorlati képzettséggel, minősítéssel rendelkezik, amelynek mind európai, mind a világméretű tanúsítványával is rendelkeznek. Ha egyes technológiákhoz kötődően hogyan alakultak a robot alkalmazások, akkor azt lehet mondani, hogy a helyezés területén a legutóbbi adat, ami rendelkezésre állt, az 2022 volt, 87 ezer helyezkedő robot végez nap mint nap kivitelező munkát. Ez a Nemzetközi Szövetség az prognózisokat is készít, ami azt jelenti, hogy a következő 3 évre azt a perspektívát mutatták számunkra, hogy a robotok mennyisége, most az összes alkalmazott robotra gondolunk, mintegy 7%-kal fog növekedni. Tehát gyakorlatilag az a dinamizmus, ami korábban még 14% körülre volt tehető, némileg csökkent, de folyamatos emelkedő tendenciát mutat. Ebben a rendszerben, ahogy említettem, a mesterséges intelligencia térhódítása és a digitális alkalmazások ugyanazt jelentik, hogy továbbra is elengedhetetlen a hegesztő szakembereknek a jelenléte abban a folyamatokban, ami a hegesztés, hegesztés technika kötések kialakításához szükséges, és mégpedig olyan, hogy a manualitás mellett olyan kollégákra vár a szakma és az ipar, akik felkészültek a digitális alkalmazásokba, felkészültek azokba a fejlő alapú technológiákba és azok alkalmazásába, amely nélkül ma már a hegesztés elképzelhetett. Dr. Sziráki András, a Jász Nagykunszolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke osztja meg velünk gondolatait. A rendezvényt szakmai szempontból rendkívül fontosnak tartom, hiszen a tudás alapú társadalom építésének ezek a sorok kövei. Nagyon fontos a hegesztés technológia. Szeretném elárulni, hogy ezelőtt mint egy 60 évvel is hegesztettem, és így némi ismerettel rendelkezem a területen. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép hivatás, és azt tanácsolom a fiataloknak, hogy alapozzák meg az életüket, tanulják meg ezt a mesterséget. Nagyon nagy szükség van hazánknak jól képzett hegesztőkre, hiszen a szakmakultúrák között a gépipar jelentősége és a megyei gazdasági teljesítményét nézve azt mondhatom önöknek, hogy a feldolgozóiparban teljesül az összteljesítmény 67%-a, és itt 3600-3700 milliárd forintról beszélünk, tehát nagyon jelentős nagyságrend. És ebben a gépiparnak a szerepe igen jelentős, hiszen a feldolgozóiparon belül a gépipari teljesítmény 83%. Nagyon eltérő a megye adottságai, gyakorlatilag 3 nagy térségről beszélhetünk, a Jászság, a Szolnoki térség, illetve a Nagykunság közép-tiszaszuk együttvéve ennek az egészen. Eltérők a lehetőségek, eltérők az elmúlt évszázad iparpolitikai gyakorlatai. Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a terület, történetesen most ott a Nagykunság, a közép-tiszavidék, a Tiszavidról beszélek, tovább fejlődjön. Természetesen az egész megye fejlődésében érdekeltek vagyunk. F. Kovács Sándor, az országgyűlési képviselő köszönti a jelenlévőket. Kedves fiatalok, nagyon jó helyen vagytok. És akkor lennétek még jobb helyen, hogyha ősszel az iskola kezdésnél is ugyanebben az iskolában lennétek, mert akkor biztos, hogy olyan iskolát és olyan pályát, szakmát tudtok választani, amely egész életre meghatározza az életeteket. Mondhatom ezt úgy is, hogy én is ennek az iskolának
voltam technikus tanulója, tehát az emberből bármi lehet, még jó szakember is, és főleg az a legjobb, hogyha jó szakember lesz belőle. De hogyha valaki ebben az iskolában megtanulja a szakmát, megtanulja azokat a képességeket, amelyeket ez az iskola tud nyújtani, akkor egész életében meghatározó lesz számára. Mert én annak a korosztálynak vagyok a tagja, aki tud még valamennyire bütykölni, autót szerelni, és beszélgettünk itt főigazgató úrral, hogy mi ugyan nem heggeszteni, de valami olyasmit, kerítést, mint főigazgató úr mondta, kutyakennelt is tudunk heggeszteni, nem egy túl szép formában. Tehát az a szakma, amit itt meg lehet tanulni professzionális módon, akár otthon, a mindennapi életben használható. Én kívánom azt, hogy a 21. század kihívásainak megfelelő és magasan képzett szakemberek legyetek, hiszen ha a szakmát elsajátítottátok, akkor biztos élet, biztos megélhetés vár rátok. És volt egy ilyen időszak talán a 90-es években, amikor a szakmának, a szakmunkának nem volt akkor a becsülete. De ez elmúlt. Egy jó szakember, egy jó szakmunkást már keresik az egész világon, keresik Magyarországon, és kitűnő, kiemelt fizetést kap. Én kívánom nektek, kedves fiatalok, hogy a mai napon, amit itt láttok, kötelezzen el benneteket egy életre, a szakma, akár a heggesztés, akár még lelkori nevén én úgy tanultam, hogy autószerelés, én még autószerelést tanultam, de gépjármű mechatronikai szakemberek lehetnek belőletek. Én mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és kívánom azt, hogy ismerjétek meg, barátkozzatok kitűnő szakmákkal, ami megélhetést és egy életre való elkötelezettséget fog biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmet! A Szakképzési Centrum főigazgatója, Vida Tamás úr köszöntője következik. Képviselő úr, kedves megjelentek, közben technikai segítséget adom, mozdítani kell az a mikrofonot. Szóval kedves megjelentek, akkor, amikor ennek a rendezvénynek a tervezése, szervezése indult, akkor a szakmán belül már egy picit híre ment, hogy lesz egy ilyen rendezvény, és itt állt fél meddig mellettem Garagó János, az iskola gyakorlati oktatás vezetője, aki szervezte ezt a mai napot, a korosztály része a munkának az ő vállán nyugszik, amit szeretnék ezúton is megköszönni, és nyilván minden közreműködőnek. Szóval, amikor híre ment ennek a mai napnak, akkor rengetegen jelentkeztek, akik ezen a területen dolgoznak, és már érdeklődtek, hogy nem-e maradtak le, hogy időben vagyunk-e ahhoz, hogy ők is meg tudjanak itt jelenni. Ez mutatja azt, hogy egy ilyen szakmai találkozónak milyen értéke és súlya van, és én ezt szeretném a fiataloknak is felvillantani, képviselő úr szavaihoz csatlakozva, hogy itt valóban egy olyan utat, olyan pályát tudnak megismerni, amin végigjárva nagyon komoly biztonságot, későbbi jó életminőséget tudnak majd maguknak biztosítani. Természetesen az iskola felvillantja valamennyi képzési tevékenységét, tehát hogyha valakinek ezek a iparosodott technológiák egy kicsit távolabb állnak a szívétől, azok nyilván itt a kereskedők egyedekkel is találkozhatnak. Tehát én a fiataloknak jó szívvel tudom ajánlani azokat az eseményeket, lehetőséget is, amelyeket itt most megismerhetnek. De hát természetesen a mai nap elsősorban a szakmai nap. Mutatja ez azt is, hogy az elméleti és gyakorlati bemutatók is lesznek a mai nap folyamán. Én azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt az érdekességet, azt a szállat, amit fölvehet, és itt akár a Ványai Technikum belkén belül is tanulhat majd. Azoknak a kiállítóknak, akik eljöttek ma és bemutatják ezeket a csodákat, azoknak nagyon szépen köszönjük, hogy rádozták erre a napra. Én képviselő valóban beszéltünk arról, hogy én a hétvégén heggesztettem egy kutyakennelt, hát heggesztésnek lehet, hogy merész dolog lenne állítani azt a tevékenységet, és végig tudtam azt, hogy
Szeretnénk egy kis tájékoztatót adni nektek arról, hogy mi is az, amivel ez a Weiler nevezetű amerikai cég foglalkozik. Egyébként csiszolástechnika, professzionális csiszolástechnika, amit hát, hogyha autós vonalon mozogtok, akkor kiegészítő jelleggel, akár autószerelőként, akár karosszéria lakatosként biztos tudtok találkozni. Vágási műveletekkel, csiszolási műveletekkel, és azért fontos az, hogy majd amikor odajuttok, hogy szakiként szerszámot kell választani, akkor tudjatok különbséget tenni szerszám és szerszám között, mert nyilvánvalóan csak akkor fogtok tudni minőségi munkát végezni, hogyha ha ismeritek a szerszámokat, és tudtok jó és biztonságos szerszámot választani, mert egyébként az a legfontosabb. Nos, hát itt vannak szuper, nagyon jó gépek, én ezzel nem akarlak titeket utatni, amikkel lehet, ha van egy ilyen csodálatos másik gép, amivel fantasztikusan 4-5-szörös sebességgel lehet egeszteni. Avi, hallottatok már avi eljárásról? Igen. Mi az, hogy avi eljárás? Mi a V betű ott? Mi a V betű az avi eljárás? Wolfram! Kiváló! Tehát Wolfram elektródás hívegesztés. Hogy az mit jelent, tehát nem szimmetrikus a töltése, mint az egy dugattyúsnak, mert ez két ütemű, tehát a dugattyú vezérli a különböző hullásokat, és nem forgó tárcsás, mint a tavaly. Üdvözlök mindenkit! Sándor Szervisz képviseletében vagyok itt. Nem véletlen, körülbelül egy olyan 20 éve működünk egy iskolával, mint gyakorlati hely. Mindig azt mondom, hogy nem is a legjobbak kerülnek be hozzánk, de a legjobbak távoznak tőlünk, sőt, az az igazság, hogy most a szerelői kollégák és akár a mechanikus, vagy akár a karosszériás szervizünkben a dolgozóknak 80%-a itt végzett az iskolába. Elhoztam ma önöknek, illetve nektek egy, ugye a Fordnak a legújabb zászlós hajóját, ezt nyugodtan majd kívülbelül meg tudjátok nézni. Mondjuk úgy, hogy egy ilyen szintet lépett a Ford, tehát korábban az elektromos autózáshoz körülbelül azt kell mondani, hogy 200 évre nyúlik vissza. Mindig azt mondják, hogy az elektromos autózás lesz a jövő. Ebben is részben igazság van, de mondjuk úgy, hogy csak részben. De viszont már 200 éve léteztek az elektromos autók. És pont a Ford volt, aki a T-modellel, hát lassan 130 évvel ezelőtt, ennek így véget vetett. Tehát majd most visszatért. Tehát a Fordnak ő az első 100%-ban elektromos modellje, ami már közel 550 kilométert elmegy. Tehát a papíradatok nem ezt mutatják, de ami tényleges gyakorlatban használt hatótáv, az durván az 550 kilométer. Ami fontos, és itt ugye már akár testhez álló az iskolában is, hogy itt már azért más tanulmányok is, illetve más ismeretek kellenek, mint egy alapautónak akár a szervizeléséhez, szereléséhez, karosszéria javításához. Tehát külön speciális szabályok vannak arra, hogy hogy javítjuk az autónak a karosszériáját, hány fokon lehet a kemencébe a fényezést szárítani, illetve hogyan lehet az autóval dolgozni. Tehát olyan speciális szakképesítés kell, amihez egyébként az iskola is ad szakképesítést, mi meg a gyakorlatban megmutatjuk, hogy hogy van. Tehát ami forgókopó, alkatrész és egyéb ilyen szervizelendő gyakorlati dolog, az egy alapautóhoz képest sokkal ellenyészőbb. Tehát most gondolok egy ilyenre, hogy akár egy fékbetét, féktárcsa cseréje egy elektromos autón mondjuk úgy, hogy háromszoros időtartamot bír. Tehát egy féktárcsa még egy átlag esetben 60 ezer kilométernél lecseréljük, egy elektromos autó esetében durván ilyen 150 ezer kilométernél cserélgetjük őket. Tehát szervizelés és mondjuk úgy, hogy a vállalat irányítás szempontból, árbevétel szempontjából, hogy ezt kell mondjam, nem a legjobb, de viszont ez a jövő. Tehát az elektromos autózás a jövő. Hát sok szeretettel köszöntjük a Turkeve nézőit. A hegesztés népszerűsítése ügyében vagyunk itt, és majd fogják látni a hegesztő könyveket, amit mi írtunk itt a kollégák részére. Ez 12 ezer példányban fogyott el, és úgy néz ki, hogy a legtöbben, ebből tanulnak az iskolások itt is. Most úgy néz ki, hogy a hegesztés, ugye ne úgy képzeljük el, hogy a hegesztés mi, hanem a hegesztés az lézer, például plazma, orbitál, automaták. Nagyon sok hölgy is hegeszt, vagy forraszt, és nagyon ügyesek. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy
az alumínium hegesztésektől a világ minden táján vannak magyar szakemberek, és például mit csináltuk Maranellóban az alumínium technológiát? 272 alkatrészt a Ferrarira. Vagy például a Kennedy űrközpontra. Vannak itt olyan Wolfram elektródák is. Most úgy néz ki, hogy a rendezvény nagyon színvonalas, mert az ország minden tájáról jöttek, itt van például a REM nevű cég is, de a Hegman is, biztos látni, hogy a Hegman. Nálunk mindenki a hegesztéssel fertőzött. Mindenkinek van diplomája, és mindenki tudja ezt a szakmát gyakorlatból is. Most az a helyzet, hogy ugye a Titánból nagyon sok egészségügyi dolog történik, orbitál hegesztésből a Jaguárnak is képeztek a gyermekeink is, akik itt vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy lézerhegesztésben most jön az, ami a következő ipar és szakma részére szükséges lesz. Írtunk egy második könyvet is, amiben 21 olyan cég van benne, akik trúf, akik profik, és majdnem mindig milliárdos lett, és valamikor elkezdték a szakmát. Itt már a jövő van benne, a jövő, hogy mégis ez a hegesztés, nem kell megijedni, nagyon sokan választhatják, ez egy tiszta szakma, nagyon sokat lehet keresni külföldön, belföldön, és azt mondom, hogy nyugodtan a hölgyek is jelentkezhetnek, mert sok esetben ügyesebbek, mint a férfiak. Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy bemutattak minket egy kicsit. Hanem megfelelő védőfelszerelésben, megfelelő pajzsal, ami alkalmas erre, és egy szárcsérben. Még nagyon fontos dolog, amit el is bemutatjuk, oké, ott benn vannak a berendezések, benn vannak a húzalkováltítók, benn van a megfelelő pisztoly, ott van a minden, aminek szükségem van, a reteszelő, elzárható, és bárki, ha be akar lépni abban a helységbe, rögtön megállítja a lézer, hogy a sugárzás ne legyen. Mutatja, hogy előnyét nagyon gyorsan, nagyon szép hegesztés, nem is kell utána. Viszont rögtön hozzáteszem, nekem komoly akályok vannak, hogy lehet egyenletes sebességgel tartani. Itt jönnek be azok, amikor fel is mondott, hogy különböző fordatókat érdemes használni, tartókat, amely egyenletes sebességgel megfelelő pozícióba tartják a pisztolyt, és akkor nagyon-nagyon sok dolgot meg lehet vele oldani. Jó napot kívánok, üdvözlöm a Turkevei televízió nézőit. Garagú János vagyok, a Karcagi Szakképzési Centrum, Ványai Ambrus Technikum szakképzőiskola és kollégium gyakorlati oktatás vezetője vagyok. Valójában 6 éve volt egy nagy álom. 2011-től heggesztő képzés folyik ebbe az iskolába, és akkor jött egy álom, hogy ezt a szintet jóval magasabbra kellene tenni, hogy nagyot tudjunk lépni, ehhez szükség volt olyan bátorságra, álomra vagy vállalkozásra, hogy mi kiállítást rendezünk, mégpedig úgy, hogy a legújabb, legmodernebb és legkorszerűbb eszközöket, felszereléseket, technológiát idehozzuk helybe a gyerekekre, és ők rá tudjanak csodálkozni erre a lehetőségre, ami majd később, merjük remélni, a legrövidebb időn belül a mindennapos munkaeszközeik lehetnek. Ezt harmadik alkalommal rendezzük meg a mai nap, idehoztuk azokat az eszközöket, berendezéseket, amire ők talán nem is rácsodálkoznak, hanem remélik, hogy a legrövidebb időn belül mindennapos eszközként tudják használni. Megismerkedhetnek gépekkel, berendezésekkel, munkavédelemmel, és tulajdonképpen egyes gyártási folyamatokra, vagy azoknak a lehetőségeit hogyan tehetik korszerűbbé, modernebbé, vagy a saját munkáikat hogyan tudják megkönnyíteni. Megismerkedhetnek a gépeken túl olyan biztonsági rendszerrel, mint elszívás, vagy védőeszközök, ami talán még nem is minden üzemben mindennapos lehetőség, mégis ezekkel talán egy fél éve, egy éve találkozhattunk először Nyugat-Európába. Mi elhoztuk a gyerekeknek, a leggyorsabban ismerjék meg. Szeretnénk a kisebbeknek, általános iskolásoknak is megmutatni a jövőt, jövő irányába vezető utat, hogy ők, ha pályát választanak, akkor mi lesz az, amit neki dolgozni, végezni kell, vagy a mindennapos munkájának része lesz. Az igazi az lesz, ha ez neki nem munkája, hobbija lesz. És talán így lesz a legszerencsésebb. Köszöntöm igazgatórat, és szeretnék tájékoztatást kérni a Ványaiban történt eseményekről az elmúlt időszakban.
Nagy szeretettel köszöntöm a Turkeve televízió nézőit innen a Ványaiból. Igen, az utóbbi időszakban két fontos esemény történt, illetőleg jelenleg is zajlik, ami nagy érdeklődésre tart számot szerencsére. Az egyik a mostani hegesztéstechnikai kiállítás, amelyet Garagó János gyakorlati oktatásvezető koordinált és szervezett, amelyen nagyon-nagyon sok cég, vállalat képviselteti magát kiállítás keretein belül, illetőleg előadások is zajlanak, amelyek kapcsolódnak a képzési palettánkhoz, azokhoz a szakmákhoz, amelyeknek a képzése jelenleg is folyik a Ványaiban. A másik fontos esemény pedig október 11-én történt, amikor szerencsére jelentős számú fiatal jelent meg a Ványaiban, hiszen akkor tartottuk az első nyílt napunkat, amelyen belátást bepillanthattak a fiatalok abba, hogy milyen képzéseink vannak. Volt egy picike kis tájékoztató azon a napon a Ványairól, és azt követően pedig lehetőségük volt arra, hogy 2-3 órát is meglátogassanak. Elsősorban szakmai órákat ki az érdeklődésének megfelelően, de arra is mód és lehetőség nyílott, hogy közismereti órákon is részt vehessenek, és így egy picit a Ványa is élettel megismerkedhessenek. Milyen képzési struktúrát tud a Ványai nyújtani? Ez a kérdés nagyon egyszerűnek tűnik, de ugyanakkor picit bonyolult is, hiszen a képzések, a képzési rendszer, az oktatási rendszer az nagyon sokat változott az utóbbi években, elsősorban ugye a szakképzésben. Jelen pillanatban kétféle struktúrát tudunk ajánlani a jelentkezőknek, mind a kettő ugye a szakmaszerzésre vonatkozik elsősorban. Az egyik a technikumi képzés, ami 5 éves, és ez a képzés végén ugye ad egy érettségit, illetőleg egy szakmai bizonyítványt. A másik fajta lehetőség pedig a szakképző iskola, ugye a nevünkben is benne van, hogy a technikum is lett a szakképző iskola. A szakképző iskola az 3 éves, ezt azoknak ajánljuk, akiknek nem elsődlegesen fontos az érettsége, hanem minél hamarabb szeretnének szakmát szerezni és munkába állni. Na most ezekben a struktúrákban különböző szakmák vannak, ugye ágazatok szerint elhelyezve. A technikumban, tehát az 5 éves képzési rendszerben még mindig megvan a régi hagyományos autós vonal szerencsére, de egy picit modernebb köntösbe ültetve, ha úgy tetszik. Most úgy hívják, hogy gépjármű mechatronikai technikus. Aztán a kereskedelmi ágazaton belül elsősorban a lányok részére ajánlott kereskedő és webáruházi technikus szakmánk. Itt az utóbbin van egy picit a hangsúly, tehát itt nem arról van szó, hogy egy boltban dolgozhat csak ennek következtében, hanem külön webáruházat tud majd működtetni, ami ugye a napjainkban egyre fontosabb és egyre kelendőbb. Emellett a technikumi képzéseinknél jelen van az informatika ágazata saját külön szakmáival. A 3 éves képzések terén szintén van egy mechatronikus nevű képzésünk, ami szintén ugye az autó, régi autószerelő képzést jelenti, emellett a karosszéri alakatos, a járműfényező, illetőleg amikor elindultak ezek a 3 éves képzések, akkor a heggesztő volt az első, amit a Ványaian 8-10 évvel ezelőtt be tudott indítani, és azóta is töretlenül megy, illetőleg tavaly indult el a villanyszerelő képzés nálunk.
3 éves képzésben. Felnőttek számára milyen lehetőségek vannak a Ványaiban? Amiről eddig beszéltem, az ugye nappali oktatás keretein belül folyik diákoknak. Természetesen egyre divatosabb és egyre kelendőbb a felnőttek oktatása, felnőttek képzése, ami esti kereteken belül, tehát délután kezdődnek el 4 óra környékén. Ez szintén van az autós vonalat is megjelenik, a gépjármű mechatronikus szerviz, illetőleg motor kerékpárszerelő. Emellett ott is jelen van a heggesztő képzésünk, illetőleg a villanyszerelő képzésünk, és az épület és szerkezet lakatos képzés. Illetőleg nagyon fontos dolog, hogy újra el tudott indulni egy érettségire felkészítő képzés felnőttek számára, azoknak a felnőtteknek, akik szakmával rendelkeznek. Ez tavaly indult el, és most már, ugye 2 éves képzésről lévén szó, most már végezni fognak ebben a tanévben. Hogyan zajlik a gyakorlat az iskolában? A gyakorlatot ketté kell választani, a képzésekkel járó gyakorlatot, hiszen egy része az itt történik a Ványaiban az elméleti oktatás mellett, tehát vannak gyakorlati óráik is a diákoknak. Viszont egy jelentősebb hányada kint van, ugyanis már jó néhány éve megjelent itt is ugye a szakképzésben elterjedt ez a duális képzés, ami azt jelenti, hogy egy megfelelő, hiteles környezetben kint cégeknél, vállalatoknál történik a gyakorlati képzés megfelelő óraszámban. Ez tulajdonképpen arra jó, hogy az iskolában elsajátított elméleti tudást kint a gyakorlatban is tudják ők alkalmazni és kamatoztatni. Ennek az ideje, ez attól függ, hogy milyen képzési struktúrában van az adott tanuló. A szakképző iskolában az első évben még bent vannak a tanulók, 10.-11. évfolyamon viszont 2,5 napot vannak kint. Ez a fél nap, ez úgy jön ki, hogy egyik fél évben 2, másik fél évben pedig 3 napot töltenek kint a vállalatoknál. A technikum esetében, tehát az 5 éves képzés esetén pedig ez 11. évfolyamtól indul ez a külső képzés, és ott tömbösítve történik meg, tehát ott nem minden héten, hanem az év bizonyos időszakában 3-4-5-6 hétre vannak kint a tanulók, és ennek a duális képzésnek az is a sajátossága, hogy ilyen esetben a tanuló szakképzési munkaszerződést köt a céggel, ami nagyon érdekes dolog, hogy magasabb szintű szabályozás, mint tulajdonképpen a tanulói jogviszony, és ők rendesen munkabért fognak kapni az adott cégtől, tehát ez is egy motiváló dolog, illetőleg akik nagyon jók és ügyesek, azokat a képzés befejeztével, tehát amikor itt szakmai bizonyítványt kap a tanuló, akkor utána ott tudják is alkalmazni kint a cégeknél, tehát erre is van precedens. Úgy hallottam, hogy a Ványainak nagyon jók a külföldi kapcsolata, és erről szeretnék egy kis tájékoztatást kapni. Igen, való igaz, ez egy nagyon csábító tényező, mindig elmondjuk a beiskolázásnál, hogy a környéken nem nagyon van ilyen. Ez tulajdonképpen az Erasmus programunk, amelyre nagyon büszkék vagyunk, amely keretein belül külföldi gyakorlati tudást tudnak szerezni a diákok, hiszen ez egy külföldi szakmai gyakorlat. Ez általában 3-4 hetes kis programként indul a tanulók esetében, és utána akik igazán jók és alkalmasak erre, azok elmehetnek később egy éves programra is, most is vannak kint tanulóink. Ez Németországot, Franciaországot, Törökországot, illetőleg Ciprust érinti, és ugye ennek mik az előnyei? Ennek egyik előnye az, hogy kint az ottani
technikában, felszereltséggel kamatoztathatják azokat a tudásokat, amiket itt megtanulnak Magyarországon, kibővítve azzal, ami kint van. Egyrészt, másrészt ugye a nyelvet is, a nyelvtudásokat is segíteni fogja, és hát a más kultúrán is meg tudnak ismerni a tanulók. Hiszen ugye hétköznap ők dolgoznak, az informatikusok egyébként iskolába is szoktak kint járni, hogyha kint vannak így gyakorlaton, és ugye a hétvégek pedig alkalmasak lehetnek arra, hogy az adott környéket ott bejárják. Szeretnék még visszatérni a beiskolázásra, aki elmulasztotta a nyílt napot, nekik milyen lehetőségeik vannak? Aki nem tudott részt venni ezen az október 11-i alkalmon, vagy most a hegesztéstechnikai kiállításon, természetesen őt is bármikor szeretettel látjuk a Ványaiba. Ilyen szervezett keretek között zajló esemény, nyílt nap, az a legközelebb december 13-án lesz nálunk. Arra mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm.